Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást. Szeptember hónapra például a díjam az 4000 forint. Mielőtt kezdenék, elmondanám azt, hogy van jelenleg egy akció. Ha írsz nekem egy e-mailt, és kéred a te személyes szerencse számodat, ezt ingyen megkapod tőlem. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a kép utal a férfiakra, vagy utal a te lelki társadra is. Egy vonalban vagytok, az mindig jó jel, hiszen utal a kapcsolatra, sőt, egymás fele tekintetek. Itt ezek a kártyák jelentik azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt ez a koporsó jelentheti a csendes időszakot, de alatta megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a visszahúzódást, ezt a csendes időszakot, itt lesz mozgás, egy hír, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy ő visszatér hozzád. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Mi foglalkoztatja őt? Itt látható, hiszen a kártyák erre utalnak. Itt megjelenik ez a hajó. Ez jelenthet egy utazást, vagy külföldi kapcsolatokat. Jelenti a reményt is, hogy szerencséje lesz a szerelemben, szerencséje lesz az anyagiakat illetően. Hogy ez a csendes időszak lezárul, a hajó jelenti a reményt hozzá, és a gólyák a változásokat. Itt a park utal a nyilvánosságra, ez fontos számára, hogy megjelenjen a nyilvánosságon, legyenek fontos beszélgetések. Ez a könyv jelentheti a tudását, vagy továbbképzést, azt is, hogy szeretne egy könyvet kiadni, és itt megvan a nyilvánosság, a szerencse, a pénz, azt szeretné, ha sikere lenne ezzel kapcsolatban. De ez a könyv jelentheti az ő zárkózottságát is, de hamarosan meg lesz itt a könnyűség, lesz mozgás, lesznek beszélgetések. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a fejed fölött a kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt ez a hegy jelenti a problémákat, valami nyomaszt téged. Itt ez a torony jelentheti azt, hogy fogva érzed magadat ebben a toronyban, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, töprengsz valami felett, úgy érzed magad, minthogyha egy labirintusban lennél, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást, de itt van a felhő a közelben, tehát valami még átláthatatlan. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy jelenthet egy új kezdetet is. Szerencséd lesz, mert itt a torony mellett megjelennek a csillagok, és az szerencsét hoz. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Ebben az esetben ez a medve lehet egy bíró, vagy egy hivatalos személy. Mivel itt a közelben megjelenik ez a horgony, és jelenti a munkát, a munkahelyet, lehet, hogy ott vannak korlátozások, és akkor ez a medve jelenti a főnöködet. Itt kiderül az igazság, itt látható az ártatlanság,
változnak a dolgok, és szerencsés kimenetel lesz. Visszatérve erre a férfire. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Tehát itt van egy utazás, ez szerencsét hoz, a nap jelenthet egy déli országot, vagy azt is jelentheti, hogy kiderül az igazság, vagy megvan ez a fellépése, ez a kisugárzása. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt tudásról, vagy egy könyvről van szó, de jelentheti a zárkózottságát is. Ez elmúlik, hiszen megjelenik ő a nyilvánosságon, és itt lesz csevekés, lesznek fontos kapcsolatok. Mindez útban van hozzá. Ez az út jelenthet egy találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelentheti a döntéseket, hiszen elérkezik ő az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Itt anyagiakról van szó, szerződésekről van szó. De ez a koporsó jelenthet régi témákat, régi kapcsolatokat, emlékeket is. Vagy azt is jelentheti, hogy ő lezár valamit, és akkor itt megjelenik a lilium, itt tisztázódnak a dolgok. Számára fontos a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni. Ez a kártya jelenti a gyógyító erőt is. Ami fontos lenne számára, hogy tekintsen a mélybe, és vizsgálja át a dolgokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalba, valami fogva tart téged, vagy van egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, ami nyomaszt téged, ahol vannak még gondok. De itt alattad megjelenik ez a kereszt, ez jelenti a hitet, higgy abban, hogy minden jól alakul, hiszen itt a torony mellett már láthatóak a csillagok. Ez a kereszt jelentett egy fontos találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelenthet döntéseket, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. De ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, ez a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni, és ez ad erőt számára, ez lehet a család vagy a lakhely. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Ez lehet munka gyermekekkel, vagy a gyermek jelenthet egy új kezdetet, tehát egy munkahelyi változást. A gólyák is a változásokra utalnak. A gólyák és a gyermek itt a családban jelentheti egy kisbabának a születését is. Ez a kasza olyan eseményeket mutat, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. A kasza segíteni is tud, hiszen elvágja a fájdalmas emlékeket, elvágja a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan számodra. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy mellékutakat, gyakran egy nőt. És itt van a kapcsolat, a barátság, ez lehet egy barátnő is. Mivel a múltban megjelenik itt ez a kártya, ami fáj, itt voltak nézeteltérések köztetek, de ez a hölgy visszatér hozzád, útban van hozzád, és itt látható az ártatlanság, hogy itt tisztázódnak a dolgok, vagy bocsánatot kér tőled. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét szeptember hónapban itt látható a tudás, a tanulás, ez szerencsét hoz. A könyv jelentheti a zárkózottságot, és itt
szerelemről van szó, itt anyagiakról van szó, és mindkét élet területen megjelenik itt a szerencse. Itt a lilium jelenti a tisztaságot, itt tisztázódik valami a szerelemben, az anyagiakat illetően is. Itt meg lesz a biztonság érzete, ami erőt ad, és itt látható a szerencse. Ez a torony jelentheti azt is, hogy megnagyobbítasz valamit. Itt munkáról, munkahelyi dolgokról is szó van, itt akkor ez a medve jelenteti a te erődet, hogy befekteted az erődet a munkába, de lehet a főnök is. Itt vannak ugyan még korlátozások, de a csillagok hozzák majd a szerencsét. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Régi dolgok fognak újra előmerülni, vagy lehet, hogy ezek emlékek. Ez a koporsó lehet egy nyugalmas időszak is, amikor ez a férfi visszahúzódó volt. Ez most megváltozik, lesz egy új kezdet, egy új irány. Itt megvan a nyilvánosság, a kommunikáció, és ez a hajó jelentheti a reményt hozzá, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Az otthonodat illetően lesznek változások, újdonságok. Itt van még ugyan valami a környezetedben, ami nyomaszt téged, ami nem kellemes, hiszen valami olyan átláthatatlannak tűnik. Itt vannak még fájdalmas emlékek, de szeptember végére ez elmúlik. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Útban van hozzád egy hír. Lesz újra kapcsolat kettőtök között. Ez a visszahúzódás elmúlik. A virágcsokor jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, de lehet egy kellemes meglepetés, egy ajándék is. A hold jelentheti az anyukádat, hogy itt is lesz kapcsolat, lehet anyai érzelem, vagy a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, és a virág csokor a szerencsét hoz, hiszen ez az álom megvalósul. A múltban valaki megbántott téged, az lehet ez a barátnő, aki visszatér hozzád, és rendezni akarja a dolgokat. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható, megvan a gyógyító erő, az igazság, az életerő. Egy barátnő útban van hozzád. Ez a kulcs jelenti a lehetőségeket, amikor kinyílik egy ajtó. Itt lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Bizonyos események olyan hirtelen jönnek, amikor nem számítasz rá. Ez a kasza segít abban, hogy a fájdalmas emlékeket és ezt a felhőt elvágja, tehát eltávolítja, így rendeződik, tisztázódik valami. De azért tekintsd a mélybe, és vizsgáld át a dolgokat. Különösen, ami a gyógyító erőt, vagy ezt a barátnőt, ezt az ismerőst jelenti, hiszen ez a kígyó, ez jelenthet egy hölgyet. De utal gyógyító erőre is, ugyanúgy, mint a fa. Itt lehetnek hamisságok ezen a területen, és az a fontos, hogy te saját magad hoz döntéseket. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!